A képzőművészet világából vissza a stúdió realitásába, ismét innen folytatjuk a beszélgetést. A fölvezetőben úgy fogalmaztunk, hogy sikeres Alma Mater program segít a hátrányos helyzetű tanulóknak a lehetőségein. A téma stúdió vendégei pedig dr. Hanák Zsuzsa, főiskolai docens, továbbképzési igazgatónk, és Ivas Ferenc, igazgatóhelyettes, az Eszterházy Károly Főiskola gyakorló általános iskolája, gimnáziuma és szakközépiskolájából. Hogy került össze ez a két társaság most akkor? Talán kezdjük ezzel. Hát tanszékünk, a pszichológia tanszék évek óta kutatja ezt a témakört, a hátrányos helyzet és a tanulási nehézség témakörét, és szerencsésen összetalálkoztunk, úgy gondolom, az elmélet és a gyakorlat. Mi hívta egyáltalán életre ezt a projektet? Milyen problémát tártak önök föl, mert azt mondja, évek óta dolgozik a tanszékük rajta? Már évek óta kutatjuk azt a témát, hogy miért van annyi probléma az általános iskolából a középiskolába való átmenet tekintetében. Jó néhány, főleg hátrányos helyzetű tanuló lemorzsolódik a középiskolából, és ez nem szerencsés. És pontosan a kettes számú gyakorlónk általános és középiskola is egyben, tehát egyértelmű volt, hogy velük együtt fogunk dolgozni ezen a témán. És ez a probléma az utóbbi években az iskolában is jelentkezik, érzékelik? Korábbi pályázatainkban már foglalkoztunk ezzel a témával, és olyan sikeres programokat tudhatunk magunk mögött, hogy nem csak Eger és környezetéből, hanem a régióból is bekapcsolódtak iskolák ezekbe a pályázatokba. Tehát ez a konzorcium, ez az együttes így keletkezett, így állt össze. Elmondhatom, hogy a területet lefettük, hiszen a pályázat kiírásánál éppen arról szólt a legfontosabb gondolat, hogy hogyan lehetne segíteni a 8. osztályt befejezett tanulókat abban, hogy minél sikeresebben teljesítsenek a 9. évfolyamon. Új helyzetbe kerülnek, új környezet, új tanárkollégákhoz, új követelményrendszerrel találkoznak. Ez mindenképpen hátrányt jelent, idegen környezetben kell eligazodni. Na most ezekben a kérdéskörökben, ezekben a gondolatokban mi ugye együtt is dolgoztunk, és más külső iskolákkal, Heves megye, Nógrád megye és Borsod megye általános és középiskoláival. Így állt össze ez a 15 iskolát átfogó hatalmas együttes, hiszen bele kell gondolni, ha általános létszámot veszünk, 500 főt, így is közel 5000 fővel számolhatunk, akik érintettek ebben a projektben, tanárok és tanulók, és mondhatom azt, hogy olyan iskola is volt, ahol 1000 főt meghaladja a tanulók száma. Azt hiszem, akkor most két fontos információhoz értünk. Az egyik az, hogy ez egy regionális munka, tehát Észak-Magyarországot érinti, és nem tudom, jól érzékelem-e a pályázat szót, hogy egy Európa Uniós várpályázatról. Pályázat volt. Ebben a pályázatban három megye, Borsod, Abaúj-Zemplén, Heves megye és Nógrád megyével közösen vettünk részt, és gyakorlatilag minden megyében 3-3-3 általános iskolát érintett, plusz 2-2-2 középiskolát érintett, ahol kipróbáltuk a kialakított programjainkat. Akkor ez azt jelenti, hogy ennek a projektnek az élén áll a főiskola a tanszékével, és a gyakorló általános iskolával, és középiskola, szakközépiskolával, és hát ehhez csatlakoztak a régióból az általános iskolák. Hogyan fogadták ezt a kutatási témát? Mennyire érzékelték, hogy itt valóban a saját életükről, bőrükről van szó, ha jól értem a témát? Bocsánat, talán még mielőtt ehhez kezdenénk, hagyd mondjam el, hogy a kiírásban csak közoktatási intézmények pályázhattak, ezért a gyakorlóiskolának kellett fölvállalni a konzorcium vezetését, ez az egyik. A másik dolog, hogy a hátrányos helyzet, az egy kulcs kérdés volt, hogy a hátrányos helyzetű térségek is szóba kerültek, és mielőtt belemennénk a szakmai részbe, annyit hagy mondjak el, hogy ugye Eger talán nem is a leghátrányosabb helyzetből indul. Ugyanakkor a kapcsolataink révén Ózd és kistérsége, Ózd Arló, Arló iskolával hosszú évek óta kapcsolatunk van. Elmondhatjuk, hogy az ottani tanulók közel 100%, vagy mondhatom azt, hogy ha kerekítünk 100%, a hátrányos helyzetű. Részleteiben nem mennék bele ebbe a programba. A Ózd környezetéből bekerülő tanulók a középiskolába, tehát itt vizsgáltunk egy ilyen átmenetet egyik ózdi középiskola és járdánháza Arló vonatkozásában.
Eger környezete, Felső Tárkány, Andornak tája, de mondhatom Szomolyát, amely érinti az egri középiskolákat, és ezért van egy mezőkövesdi középiskola is a programban. Ha kitekintünk Nógrád megyébe, akkor látjuk, hogy Csalgó-Tarján. Hátrányos helyzetet talán Ózdéval mérhető. Aztán van egy másik kis település, kis középiskolája, de sok irányú képzéssel, Pásztó, gimnázium, postaforgalmi szakközépiskola, nappali tagozatos és felnőtt képzés egyaránt. Bennem az merül föl most, ahogy elmondja ezeket, hogy végül is azok a területek érintettek, ahol egzisztenciák szűntek meg a felnőtt világban egyik napról a másikra, és ez természetszerűleg kihatott a gyerekek tanulási lehetőségeire is, a jól érzékelem. Akkor visszatérve az alapkérdéshez, tehát a partnerek érzékelték, hogy olyan dologról van szó, amiben nekik nagyon komoly érintettségük van. Már a pályázat megírása előtt is konzultáltunk több alkalommal ezekkel az iskolákkal és kollégákkal, és már akkor megfogalmazták, hogy hihetetlenül fontos témakört választottunk pályázat témájául, és már aktívan beszálltak a pályázat írás periódusában is, nem csak a megvalósítás folyamatában. Akkor menjünk bele a szakmai kérdésekbe. Milyen szakmai területeket érint ez a pályázat? Ez a pályázat tulajdonképpen speciális tréningprogramokat dolgozott ki, és nem csak kidolgozott, hanem tulajdonképpen ki is próbált, és ez benne a lényeges dolog. A pályázatok elkészítése előtt készítettünk egy problémafeltárást. A problémafeltárásban megfogalmaztuk világosan, hogy milyen problémákkal küzdenek az általános iskolai tanárok, a diákok szülei. És ezek alapján dolgoztunk ki speciális tréningprogramokat, nem pedig az íróasztal mögött, illetve ugyanígy a középiskolát is megnéztük, hogy ott a hátrányosztatú tanulóknak milyen gondjaik vannak, mennyire segítik őket a tanárok, a kortársak, ők maguk hogyan tudnak beilleszkedni. És ilyen tulajdonképpen ilyen szakmai tímek alakultak egy-egy tréningprogram kidolgozására. Ez végül is egy óriási kihívás a pedagógus társadalom részére is, akik ebben érintettek ebben a projektben, nem? Óriási kihívás, és még mielőtt a pedagógusok oldalát közelítenénk, elhangzott itt, hogy a tanulók, az iskola, a pedagógusok és a szülők. Ez a háromlábú szék idézőjelben, bármelyik lába rövidebb. Úgy fogalmaztam egyszer Szolnokon, amikor a konferencia felidején egy tanácskozást tartottunk, akkor valamerre elbillen. És itt nagy hangsúlyt kapott a felkészítésben, a programban a szülők szerepe. És természetesen a pedagógusoké is. Új kihívások jelentkeztek. Valamikor ugye ezek a térségek, akár Ózd, akár Salgó-Tarján térségét mondom, a munka dandárját jelentették, a nehézipari központokat, a szülők egzisztenciáját is. A gyerekeknek pedig perspektívát, ha tanulhatott, mehetett tovább és munkája lett. Mit lát napjainkban? 20 évvel ezelőtt ugye még ezeket mondhattuk, napjainkban pedig azt, hogy ha tanul, akkor nem biztos, hogy el tud helyezkedni, nem látja a szülei igyekezetét, sokszor deviáns magatartásokkal találkozik minden fronton, és bizony a pedagógus is megcsömörlik, amikor a tanulónak nem tud utat, példát mutatni. És bizony azért volt jó, hogy ezeken a tréningeken mindenki megtapasztalta a helyzet valóságát, és kiutat, kis, apró kis irányokat kapott, amelyet neki kell végigjárni, és magának kell megharcolni, de az út végén, a célnál találkozik a sikerrel, az eredményességgel is. Említettük a tréninget most már két oldalról is, beszéltünk róla, mikor jutunk el a gyerekhez. Hogyan fog a gyerek ebbe bekapcsolódni, és hogyan fog az ő gondolkodás menete vagy személyisége változni, hogy végül is ne legyenek ezek a gondok az átmenetnél. Hogyan csapódik le nála ez a projekt? Igen. Hát tulajdonképpen a gyerekekre kifejezetten volt egy külön tréningprogramunk, amit gyerekekkel csináltunk, és hihetetlenül élvezték a gyerekek ezt a programot. Ugyanúgy egy másik programban összehoztuk a szülőt, tovább tanulni vágyó gyereket és a pedagógust. Az is nagyon-nagyon jól sikerült, hogy együtt gondolkodtak. A szülők olyan oldalról ismerték meg a saját gyereküket, amire nem is gondoltak, hogy ilyen oldala van a saját gyerekének. A pedagógusoknak külön terveztünk programot.
Na most ezekből a programokból szeretnénk összeállítani egy akkreditált továbbképzési programot a tanárok számára, ahol kiképezzük a tanárokat, hogy ezt a módszert alkalmazni tudják majd a saját tanítványai körében. Ha jók az információim, akkor másfél év munka van mögöttük. Idáig. Hol tartunk? Mi a következő lépés? Meddig jutottunk el, és mi a következő lépés? Elmondhatjuk, hogy az eddigi munkánknak már látható jelei is vannak, és talán olyan jelen pillanatban még nem látható eredményei, amelyek a tanulókban már megértek, és a következő időszak pályaválasztásánál, tovább tanulásánál eredményként jelennek meg. Itt csak egy kis füzetecskét tudok most az adott helyzetbe bemutatni. Ebből jó néhány készült, körülbelül 1,5-2 tucat ilyen program, amely tanulók, szülők, gyerekek számára, pedagógusok számára, mind általános, mind középiskolai vonalon, tehát írásos dokumentáció már van. Ennek megfelelő szintelei, ahogy említettem, a 15 iskolában megtörténtek a kipróbálás területén. Tehát már gyakorlati tapasztalatunk is van. És elmondhatom azt is, hogy vizsgálták a programunkat Brüsszelből, és arra a megállapításra jutottak, hogy a programunk nagyon jó célt szolgál. Az eddigi eredményei nagyon pozitívak, és szeretnék azt, hogyha az így létrejött intézmények bázis intézményként szolgálnának, és egy következő lépcsőfokkal egy újabb kiterjesztését szeretnék megvalósítani ennek a programnak, hiszen ez a munkaerőpiacra viszi a tanulókat, magyarul a konkrét életre készít fel, hogy gyakran szoktuk említeni, a nagybetűs életre készít fel. Igen, el kell kezdeni. A helyes pályaválasztástól, azokon a programokon keresztül, hogy a pedagógus is lássa és értékelje azokat a helyzeteket, amelyekkel találkozik, bírálja fölül korábbi nézeteit, álláspontját, tapasztalja meg, és vigye a tanulót magával. Hiszen a tanulónak irányt kell mutatni, és nem csak a tanulót, ezt korábban is hangsúlyoztuk. Nagyon fontos, hogy az egész környezet, amikor a programot elindítottuk a statisztikai hivataltól, a munkaerőközpontig, munkaügyi központokig, végigjártuk mindhárom megyében a legkritikusabb térségeket. Elmentünk a kisebbségi önkormányzatoktól a pedagógiai intézetekig. Tehát nagyon széles területen munkálkodtunk, és egy picit kutatgattunk is, hogy maga a pályázat arról szóljon, amely a valós probléma. És most mondhatom, hogy az elmúlt napokban tartott összegző konferencián, amikor a másfél év munkáját, és mondhatom azt az előkészületekkel két, vagy több mint két év munkáját próbáltuk összegezni és levonni a konzekvenciákat, tapasztalatokat, akkor a résztvevők mind azt mondták, hogy folytatni kell, ki kell terjeszteni a tantestület teljes egészére, hiszen most általában a 7.-8. osztályfőnököket és szaktanáraikat érintette, valamint a gimnáziumi bemenetnél a 9.-10. évfolyamosokat, úgy tanulókat, mint tanárokat, illetve értelemszerűen a szülőket is, ahol ezt említettem. Kérik, hogy az egész tantestületre kiterjedően, de ne csak egy-két iskolára, hanem egy kis térséget összevonni, hiszen vannak apró pici kis települések, iskolái, ahol a problémák ugyanúgy megjelennek, mint a nagy településeknél. Kezdeni talán differenciáltan kell, de ha valahol kihagyunk egy láncszemet, az a lánc nagyon rövid lesz, és nagyon apró kis darabokból áll. Ezeket össze kell fűzni. Én úgy érzékelem, hogy ez egy rendkívül szerteágazó, rendkívüli kitartást igénylő munka, amit végeznek. Talán, ha nem rossz érzéssel veszik, mi azt is mondanám, hogy ez egy sziszifuszi munka, és nem megoldható egyik napról a másikra, szinte állandó az utánpótlás. Egy ilyen környezetben önök mikor érzik sikeresnek a munkájukat? Hogyan tekintenek rá? Kezdje a válasz. Én azt gondolom, hogy nekünk nagyon-nagyon pici eredményeknek örülni kell. Tehát ha már egyetlen egy gyereknél elértük azt, hogy bent tud maradni a középiskolában, hogy szakmát tud szerezni, hogy felnőve munkája lesz, hogy nem fog a perifériára kerülni, már akkor sikerünk volt. És úgy gondolom, hogy nem egy, hanem nagyon sok-sok ilyen tanítvány lesz, persze hosszú távú célként lehet ezt csak kitűzni. Igen, erről szól az egész, hiszen nem nekünk kell sikeresnek lenni.
sikeresek lesznek majd azok a gyerekek, akik még most ott ülnek az iskolapadba, kínlódnak a 8. osztályban a pályaválasztásnál. Hát nem kis szorongással élik meg az első napokat a középiskolában, és hogy ott jól teljesítsenek, ott magukat hozzák, ismerjék a lehetőségeiket, a képességeiket, de ne csak ők ismerjék, ismerjék meg a pedagógusok is. Akkor könnyebben boldogul mindkét oldal, ha ismeri a tanár a tanulót, a tanuló a tanárt. Hiszen nagyon fontos, iskolánkban minden tanuló, aki belép a 9. évfolyamra, megkapja az első kérdést. Milyen típusú tanárral, pontosabban milyen tanárral tudsz jól, eredményesen együtt munkálkodni, együtt dolgozni. Nem kell odaírni a nevet. De tudjuk, hogyha van sok olyan gyerek, aki ilyen vagy olyan problémával küszködik, azokat ilyenkor leírja. Aztán utána elmegyünk és beszélgetünk, és akkor kiderül, hogy van valami, amit otthon nem kapott meg, azt ő igényli, és ha azt megtaláljuk a középiskolában, vagy ne talán már korábban az általános iskolában, akkor ez a folyamat teljes lesz, és ugye tudjuk, hogy az új törvények szerint 18 év a tankötelezettség. Ha a gyerekek elvesznek, kiesnek ebből a rendszerből, egy életet meghatároznak, és ha egy családot, aztán sok családot, egy térséget, a lemaradó térség, leszakadó térség még inkább az lesz. Tehát, hogyha itt, ahogy Zsuzsa említette, egy-két gyerek sikeres lesz, azon fölbuzdulnak a többiek, és ők is sikeresek szeretnének lenni. Tisztelt tanárnő, kedves tanár úr, én azt kívánom most a mostani beszélgetésünk végén, hiszen nem fejezzük be ezzel ezt a témát, én úgy gondolom, hogy vissza fogunk térni még ezekre a dolgokra. Most azt tudom kívánni, hogy mégiscsak legyenek sikeresek abban, hogy a diákjaik sikeresek, akikkel kapcsolatba kerülnek és pályára kerülnek ők is. Köszönöm szépen a beszélgetést, és most akkor nézzünk ki együtt egy kicsit az Esterházy térre, hogyan ébred reggel a tér.